Orbán Viktor Olaszország ellensége, így reagált a kormányzó baloldali Olasz Demokrata Párt vezetője arra, hogy a magyar miniszterelnök beszédet tartott tegnap Rómában az Olaszország testvérei rendezvényén. A miniszterelnök a szélső jobboldali párt vezetőjének meghívására érkezett Rómába. Meloni szerint Brüsszel azért támadja Magyarországot, mert a magyarok megvédik a külső uniós határokat. Egy ismert 56-os olasz dal éneklésével és tapssal reagált Orbán Viktor beszédére a közönség az Olaszország testvérei által tartott rendezvényen. A miniszterelnök közösségi oldalán maga is posztolt összefoglalót az eseményről. Ezen látszik, hogy a szélsőjobboldali párt vezetőjének virágcsokrot vitt ajándékba. A kormányfő a beszédéből is adott egy részletet. Három pillér, amire épül a rendszerünk. Mint mondta, három pillérre épül a rendszere. Az első a család, amelyet védeni kell, és mely világosan csak egy férfi és egy nő szövetsége lehet. A család mellett a másik pillér a nemzet, illetve a keresztény szabadság. Tudnunk kell, hogy mi kisebbségben vagyunk az európai politikai elitben, de többségben vagyunk a nép és az emberek között. A kormányfő az olasz belpolitikáról csak annyit mondott, hogy ott leválasztották a népet a kormányról. Ezzel nyilvánvalóan arra utalt, hogy a múlt hónapban a bevándorlás ellenes liga kikerült a hatalomból, és az Ötcsillag a baloldali demokrata párttal kötött koalíciót. Az olasz külügyminiszter azonnal reagált. Luigi Di Maio, aki az Ötcsillag egyik vezetője, felszólította Orbán Viktort, hogy idézem, kerülje a fölösleges beavatkozást az olasz belügyekbe. Reagált a másik olasz kormánypárt vezetője is. Nicola Zingaretti szerint Orbán Viktor Olaszország ellensége, aki az olasz érdekek ellenében lép fel. A nacionalista EU ellenes testvérek vezetője viszont védelmébe vette a magyar kormányfőt. Szerinte a magyarok megmutatják, hogyan lehet Európában emelt fővel tagállamnak lenni.